Lufik közül integetnek a Bogyó és Babóca mese ismert alakjai, Baltazár a méhecske vagy Lili a rózsabogár. Nem véletlenül kerültek ezek a mesefigurák a falakra. Babócáról nevezték el az új Baktalóránd házi bölcsödét. A csoportszobákban minden készen áll arra, hogy birtokba vegyék a gyerekek. A városban eddig is volt bölcsöde, de most új, önálló épületbe költöztek. Új, önálló épületben, új intézményi keretek között szeptembertől immár 3 csoportban nyújthatunk bölcsődei szolgáltatást Baktalóránd házán. A korábbi években a legkisebb gyerekek számára nyújtott ellátást a Baktalóránd háza és Nyírjákó települések által alkotott társulás fenntartásában lévő Zengőerdő óvoda és bölcsőde intézménye látta el. Baktalóránd házán az óvoda épületében egy csoportban, Nyírjákón pedig egy mini bölcsődei csoportban zajlott a nevelő munka. A jövő hónaptól a bölcsődei funkció leválik a régi intézményről, a feladatot ugyancsak az említett társulás irányítása alatt működő új intézményünk, a Babóca bölcsőde látja el mindkét településen. Baktalóránd házán a mögöttem lévő épületben 3 csoportban, Nyírjákón a meglévő óvodai épület bővítményeként ugyancsak TOF forrásból megépített egy mini bölcsődei csoportban. Az átszervezéssel kapcsolatos döntéseket meghoztuk, a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezünk, a megfelelő végzettségű és létszámú munkavállalók készen állnak a mindennapi feladatok elvégzésére. Az ünnepélyes megnyitón Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a bölcsödék építésével a nemzetet, a jövő generációját is védi a kormányzat a világ káros hatásai ellen. A magyar kormány azt szeretné, hogy a vidéken élő emberek, a társadalom gyökerét, hajszálgyökerét adó közösségek olyan erősek legyenek, hogy a kifejlett törzs, amit nemzetnek hívunk, az bírja azokat a nagy viharokat, amelyeket most nap mint nap megélünk, akár energiaválság tekintetében, akár háborús gazdasági környezet tekintetében, akár annak a liberális mainstreamnek a támadásában, amelyikben sajnos Nyugat-Európa most szenved vagy rúgdos. Mi olyan közösséget építünk, amely ennek képes ellenállni, és olyan közösségeket támogatunk, amelyek arról energiát sugároznak fölfelé a lombkoronába, hogy ha már hasonlattal élek és a nemzet tetejére tekintek fel, akkor az is bírja a vihart. Az átadón jelen volt Tálai András, a pénzügyminisztérium államtitkára is, aki arról beszélt, hogy a kormány átgondolt és támogató családpolitikát folytat, megalakulása 2010 óta. Nemzeti keresztény kormányunk számára kiemelt jelentőséggel bír a vidék Magyarországa, hogy a vidék Magyarországán is lehessen boldogulni, hogy a szülők itt is tudjanak örülni gyermekük fejlődésének, de ehhez meg kell teremteni a feltételeket. Ahhoz, hogy a feltételek megteremtődjenek, össze kell fogni a kormánynak, az önkormányzatoknak, az itt élőknek. Fontos, hogy igazi nemzeti nevelést, családcentrikus gondolkodást kapjanak ezek a bölcsödés gyermekek. Például ő is, aki sétál előttünk. A beruházás 436 millió forintos TOP forrásból valósult meg. Az összegből az építkezésen túl jutott az eszközök és a játékok beszerzésére is. A fejlesztés részeként 6 új munkahely is létesült Baktalóránd házán.